A helyi civil szervezeteknek tartott fórumot a Tolnai Kulturális Központ igazgatója, az új vezető célja ugyanis, hogy a jövőben minél több programban működjenek közre az egyesületek. Éppen aktuális lesz majd, igaz, hogy csak október 14-én, de ennek ellenére úgy gondolom, hogy meg kellene velük beszélni, hogy milyen programot szeretnénk megvalósítani. Ez egy civil nap lenne, ahol bemutatkozási lehetőséget kapnak a civil szervezetek, illetve tartalommal töltenénk meg azt a szombat délutánt. A Tolnai Humán Bizottság elnöke azt mondja, fontos, hogy együttműködjenek a helyi civil szervezetek. Az eddigi tapasztalatok ugyanis azt mutatják, hogy sok klub nem is tud a másik létezéséről. Ez probléma már évek óta, szóval úgy probléma, hogy úgymond mindenki a maga kis közösségében, a maga kis világában van meg. Ez valahol nem is baj, mert tulajdonképpen ahány csoport szinte, tehát annyiféle tevékenységet folytat, de nagyon jók ezek az úgymond összetartások. Egy, hogy jobban megismerhetjük a másik szervezetet is, illetve lehetőséget ad arra is, hogy hogy tudunk összejönni valahogy, hogy tudunk közös programot létrehozni a másik szervezettel. Tehát ezek a csírák, hogyha szárba szökennek, ezeknek nagyon jó termése lesz szerintem. Tolnán jelenleg több mint 50 egyesület szervezet működik.